So now that Captain Rogers and Iron Man are both gone, who do you think's going to lead the Avengers? I could lead them. A Marvel moziverzum negyedik fázisa számos új hőst és gonosztevőt mutat be, és talán mindközül is a legfontosabb az örökké való csapata. Végre közelebbről is láthatjuk ezeket a halhatatlan hősöket az azonos című film első csinálójában, és az MCU rajongóiban most biztos sok, sok, kérdés megfogalmazódott. Leginkább az, hogy egyáltalán kik ezek a figurák. Vegyük nagyító alá a főbb szereplőket, akik feltűnnek a trélerben, mert lehet, hogy ők azok a hősök, melyekre a bosszúállók utáni világban szükségünk lesz. Először is kezdjük az alapokkal. Az örökkévalók egy nagy hatalmú halhatatlan faj, amit az égiek hoztak létre. Az a feladatuk, hogy megvédjék az emberiséget saját kifordított megfelelőiktől a deviánsoktól, és pont ezért látjuk őket több ezer évvel ezelőtt először megjelenni a földön. Egy ilyen deviánssal már megismerkedhettünk Thanos képében, szóval érthető, hogy az emberiségnek miért van szüksége védelmezőkre. Valamilyen megmagyarázhatatlanokból az örökkévalók évszázadokon át rejtőztek, és csak egy új tragédia hatására tértek vissza a rivalda fénybe. Na most, hogy ez tudtuk, íme a trailerben feltűnő legfontosabb karakterek. Először is itt van Richard Madden Ikarusa, az örökkévalók hadvezére, aki a képességeinek köszönhetően nagyjából az MCU válasz a Supermanre. És ha azon tűnődnétek, hogy miért hívják őt is úgy, mint a görög mitológia ismert karakterét, ez azért van, mert az örökkévalók inspirálták az emberiség számos istenekről szóló mítoszát. Számahelyek Egyekje a csapat másik, jóval spirituálisabb vezetője, aki képes manipulálni az energiát, és állítólag a filmben gyógyító tudással is rendelkezni fog. Vezetőként ő az, aki az égiekkel közvetlenül kommunikál. Gemma Chain játsza cersei aki képes manipulálni az anyagot, és aki évek óta Ikarus szerelme. A karakter leírások szerint manapság Cersei egy múzeumi kurátorként dolgozik, szóval kimondhatjuk, hogy ő az MCU Wonder Woman-je. Ha Chan ismerősnek tűnik, az azért van, mert ő játszotta Minervát a 2019-es Marvel kapitányban. Angelina Jolie játsza Ténát, a nagyszerű harcost, aki képes a tiszta energiát fegyverre alakítani. Téna a közeli kapcsolatot ápol Don Lee Gilgamesével, egy más olyan örökké való valaki szintén hatással volt az emberiség mítoszaira. A filmben állítólag Téna és Gilgames eltávolodik az örökkévalóktól, miután a csapat többi tagjaival összekülönböznek azon, hogy a halhatatlanoknak hogy kéne kommunikálniuk az emberekkel. Kumail Nanjiani játsza Kingot, egy olyan hőst, aki képes energianyalábokat kilőni a karjaiból. Kingo amúgy manapság Bollywoodi sztárként maszekol, ami azt jelenti, hogy végre lesz egy igazi musical számunk az MCU-ban. Brian Tyree Henry bújik Festos a feltaláló bőrébe, aki az évszázadok során segít az emberiség technológiai fejlődésében. Festos amúgy még arról is ismert, hogy ő az első nyíltan meleg karakter az MCU-ban. Liam McHugh játsza Sprite-ot, a mesteri illúzionistát, aki nagy szerencsétlenségére egy gyermek testébe van zárva az idők végezetéig. Értitek, mintha ő lenne Kirsten Dunst az interjú a vámpirralból. Lauren Ridloff játsza a szélsebes Macarit, aki az örökkévalók felderítőjeként szolgál, továbbá ő az MCU első siketnéma hőse, aki emiatt immunis arra a hangrobbanásra, amit a sebes mozdulatainak köszönhetően hoz létezni. Végül Barry Kiogen testesíti meg Druigot, azt a karaktert, aki valószínűleg a film egyik főgonoszát adja majd. Druig képes irányítani mások elméjét, és ő is elhagyta az örökkévalókat, hogy saját céljait hajszolja. Az örökkévalók javarészt ezekre a karakterekre összpontosít majd, de legalább egy olyan ember lesz, aki nagy szerepet kap majd a cselekményben, ő pedig nem más, mint a Kit Harington által játszott Dane Whitman, akit a képregények rajongója kartforgató bosszúálló fekete jobban ismerhetnek. A füzetekben ő szintén romantikus kapcsolatban áll szóval Könnyen lehet, hogy egy szerelmi háromszögnek lehetünk majd tanulni Cersei, Dane és Ikarus között. Nézzétek, milyen sokra vitték ezek a Stark tesók. Őket leszámítva a trailer azért is érdekes, mert jó néhány karaktert nem mutat meg. Nem látjuk sem az égieket, sem a deviánsokat. Egyértelmű, hogy a Marvel a teljes sztorit még eltitkolja, de legalább az új hősökkel már meg tudtunk ismerkedni. Nektek hogy tetszett ez az előzetes? Írjátok meg a kommentek között, és ha tetszett a videó, akkor csekkoljátok a Loki és a shang kedv csinálóiról szóló elemzéseinket. Hamarosan újra találkozunk, addig is sziasztok!